Helyet. Foglaljanak helyet a kedves vendégek, kérem őket arra. Szeretettel üdvözlök mindenkit, nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen szép számmal jöttek el, de hát nyilvánvalóan nem véletlenül, mert egy érdekes íróval, szerzővel fogunk itt találkozni, fogtok itt találkozni. Szerintem senkinek se kell bemutatni már, de ha valaki még személyesen nem ismerné Sós Tibor urat, aki egyébként magyar történelem szakos, talán szabad elárulni, ugye? Nem titok talán. És hát eddig két nagyszerű megjelent könyvnek a szerzője, a Bellum Atlantis és a Prebellum Atlantis és más mesék című kötetnek a szerzője. És aki beszélgetni fog vele, Hegedűs Roberta tanárnő, őt is szintén ismeritek, gondolom a Dobó Katalin gimnázium tanárnője, Tibor pedig Dorogon tanít, ha jól tudom, Dorogi gimnáziumban, de esztergomi lakos viszont, úgyhogy esztergomi szerzőként üdvözölhetjük itt az Esztergomi Városi Könyvtárban. Szeretném elmondani, hogy hát tudom, hogy diákoknak általában nem túl nagy a sok a zseppénzük, de lehet itt kapni kedvezményesen, lehet kapni Tibor bácsi, vagy Tibor könyvét itt a pultnál, és gondolom dedikálja is Tibor után a beszélgetés után. Akkor át is adom a szót, amit kíváncsian várok én is, mert én is olvastam a könyvet, és bizony nagyon tetszett nekem is, úgyhogy akkor átadom a beszélgetés vonalát. Köszönöm szépen, én szeretettel köszöntök mindenkit, elsősorban Tibort, aki itt a főszereplő lesz, és remélem, hogy megkönnyíti az én dolgomat is azzal, hogy elárul nagyon sok mindent erről a könyvről, és talán ezzel kapcsolatban magáról is. Én is sokat gondolom, elolvastam természetesen a regényt, és itt remélem, hogy sokan olvasták, ugye? És azért úgy mondom csak a többi, a jelenlevőknek, hogy ennek azért van egy apropója ennek a találkozónak ma, hogy hát aki érettségizik, vagy fog, vagy már túl van rajta, az nagyjából tudja azt, hogy létezik egy olyan irodalomtétel, hogy kortárs regény, és ez elég nagy szabadságot biztosít nekünk magyar tanároknak, hogy ki is minősül kortárs regénynek, hát éljen. Hát éljen is, meg éljen is, meg mindent csináljon. És én úgy gondoltam, hogy egy ilyen sok szerencsés, meg ilyen-olyan véletlen folytán, így kitaláltuk egyszer csak, hogy Tibornak ezt a regényét kapja meg tőlem ajándékba a 12B érettségi tételnek. Mondtam, hogy ha ezt az 500 odat benyelik, akkor már minden megvan tulajdonképpen. És bíztam abban, hogy érdekelni fogja őket a téma, mert azért mégsem arról van szó, hogy ez a nagyon klasszikus, kanonizált, mit üzen az író jellegű könyveket kell elolvasni. Hogy mit üzen az író, azt majd elmondja a Tibor, reméljük ő maga is, ha üzen valamit. És tehát nem kell csodálkozni azon, ha esetleg itt egy-két ilyen kérdés is felmerül, majd igyekszünk nem nagyon szakmaiak lenni, de azért majd valamiket úgy kérdezgetni fogunk ez ügyben is. És hát remélem, hogy és szeretném is, hogyha aki olvasta a regényt, akár az én diákaim közül, akár más, azért segítsen nekem majd, jó? Mert azért ez nem olyan egyszerű ez a dolog, és ugye az első kérdésem az is lenne ez a hogyan lesz az ember íróvá témakörrel kapcsolatban, hogy mondjuk mikor értetted meg az angyaloknak azt az üzenetét, hogy neked írnod kell? Hát először is szeretettel köszöntök. Hú, de jó hangzik a hangom. Szeretettel köszöntök mindenkit. És amikor majd beszélgetünk itt a diákokkal, ugye nem baj, ha én őket tegezni fogom. Jó, tehát melyem... Jó. Mikor értette meg az angyalok üzenetét? Amikor elkezdtem komolyan foglalkozni ezzel a dologgal, akkor összeszedtem a gondolataimat, és a honlapon írtam magamról egy ilyen bemutatkozót, és el szoktam mesélni, hogy amikor 1981-ben bemutatták Esztergomban a moziban a Star Wars-t, akkor én úgy jöttem ki, mint akit agyonvertek. De ezt szerintem manapság nem nagyon tudják a fiatalok fölfogni, de ez egy olyan élmény volt. Tehát ez egy ilyen leírhatatlan. És ahányszor lejátszották, akkor én annyiszor megnéztem. És az anyukám az ilyen gyanús szemekkel nézett rám, és úgy gondolta, hogy itt velem komoly pszichés problémák vannak. Tehát, hogy én a könyvet, ahogy befejeztem, elkezdtem olvasni, és a filmet annyiszor néztem meg, ahányszor, és hát gondolta, hogy velem nem lesz normális ember, vagy valami baj van, és akkor gyanúsan nézett. Szereztem egy kockás füzetet, és akkor jöttek ötletém, és elkezdtem írni, és valahogy így kezdődött. De az az igazság, hogy amikor aztán egyetemista lettem, akkor az egyetemen, már körülbelül az ötödik regényemen voltam túl, amit egy Erika típusú írógéppel pötyögtem le. Mai napig is ilyen két ujjal írok, tehát így.
meg a hüvelykujjamat használom néha. Borzasztó fárasztó, és van egy kolléganőm, aki egyszer próbált, kísérelt meg engem, megtanít a gép, nem tudok megtanulni gépírni. Két ujja. Már a harmadik, negyedik, ötödik regényen voltam túl, és az egyetemen közölték velem, hogy hát, ilyenekkel az ember nem foglalkozik, tehát a magyar szakon ilyen nem foglalkozunk ilyen kalandregényekkel, meg hasonlók. Eszterházi Péter, Nádas Péter, nagy magyar írók, Ottlik Géza, meg ilyenek az írók, és hát nekem nem szabad ilyet, és szépen letörték a szárnyaimat. Aztán 2007-ben vágtam bele ebbe a történetbe, és valahonnét, onnétól kezdtem érezni, hogy nekem ezt csinálni kell, és 4 kemény éven keresztül mindenféle olyan hátsó szándéknak, hogy ez valaha is meg fog jelenni. Én megírtam ezt a könyvet, és amikor elkészült, akkor tudtam, hogy nekem ez a feladatom, legalábbis az egyik. Igen, egyébként én is olvastam ezeket az előzményeket, amelyeket a honlapon, a blogon megosztasz magadról velünk. Az Erika írógépet is, meg hasonlókat is, meg a gyermekkori próbálkozásokat is. Nekem az jutott még eszembe, miközben olvastam a regényedet, hogy ugye a japánokról olvastam egyszer azt, hogy a házépítésbe úgy fognak bele, hogy 5 évig terveznek, aztán hopp, 1 hónap alatt felhúzzák. Na most nekem ez egy hihetetlen bonyolult és átláthatatlan regénynek tűnt. Közben nyilván sok minden kiderül, de nyugodtan jöjjenek, foglaljnak helyet valahol. És én úgy tudtam ezt elképzelni, én aki nem írok egyébként, maximum javítok dolgozatokat, az sem nagy örömmel, na mindegy, tehát úgy tudtam elképzelni, hogy láttam magam előtt, hogy a Sós Tibi ilyen cetlizik, és akkor megteremti Atlantiszt, lerajzolja a Star Wars, az nagyon hamar kiderült egyébként, tehát a birodalmi lépegető az rögtön ott volt már a 100, nem tudom, eddig holdon a fejemben, és azt hiszem, a gyerekek is elég hamar, még ők a Csillagkaput mondták, lehet, hogy nekik az közelebb van, mint a Star Wars, majd beszélsz a Csillagkapuról, jó. És tehát egyszerűen azt éreztem tényleg, hogy ahogy tanítjuk irodalmi elméletből, hogy az író fogja magát, és felépíti a maga szövegvilágát, és ezt berendezi, és logikussá, átjárhatóvá, átláthatóvá, következetessé, emberivé teszi. Tehát én azt szeretném kérdezni, hogy ez hogy láttad át tényleg? Tehát hogy működik az, hogy ezt az 500 oldalt, mert ez 500 oldal, akárhogy is nézzük. 1.200.000 karakter. Jó, köszönjük szépen. Na és okosabban megyünk haza. Nagyon sok, igen, és nem azért, mert lassan írod ezt. Tehát tényleg az, hogy hogyan tudtad ezt, pontosabban inkább úgy, hogy van-e logikai bukvenc, találtál-e hibát? Én nem egyébként, de ez nem jelent semmit. Tehát hogy tudtad ezt észben tartani, vagy hogyan tartottad észben, hogyan építetted fel a karaktereket, a helyszíneket, és az időt, ami ugye a legproblémásabb, ugye a legnehezebben követhető az egészben. Hát most mesélhetnék arról, hogy tényleg vettem a cetliket, meg így irogattam, meg vannak, akik csinálnak ilyen nyilakat ide-oda, és a szereplőt leírják, hogy ő most akkor tudnom kell, hogy a Józsi bácsi az görbehátú, és 5 percenként köhög meg ilyesmi, és vissza tudjak rá térni. Na, ilyen nincsen. Nem, a karaktereknél talán nem is, bár úgy kíváncsi. De nem, a történet sincsen, nem tehát, így működött. Megvan a logikája a fejedben? Nem. Anyukának igaza volt. Abszolút nem. Nem, ez úgy történt, hogy leültem, és elkezdődött a történet. Tehát ez úgy megy, legalábbis nekem, mintha beülnél egy moziba. Tehát elkezdődik a film. És látod? És látod a filmet. És te is látod? Igen. Tehát azt szoktam mesélni, hogy vannak ezek a figurák. Ezek valóban élnek valahol, mit tudom én, itt bennem, vagy bárhol, akik elmesélik az ő történetüket. Ha van kedvük mesélni, akkor mesélnek, és én azt szépen leírom. Ha nincs kedvük mesélni, akkor nem írom le. Valójában az egész könyvnek volt egyfajta koncepciója, tehát tudtam, hogy hova szeretnék eljutni, de voltak olyan jelenetek, amelyek úgy jöttek, hogy én amikor leültem, és elkezdtem 2007 szeptemberében, akkor nem tudtam, hogy a 13. fejezetben ez fog történni. Tehát fogalmam nem volt róla, hogy az, és egyszer csak ott lett, és mennyire logikus volt, hogy ott van. Most ebből adódik, hogy a könyv durván olyan sok száz, ha nem 1000 átíráson esett át. Tehát voltak, hogy jelenetek kiestek, akkor átírogattam a párbeszédeket, az ilyeneket. Tehát akkor mondjuk úgy, hogy a szereplők elmesélnek történetet nagy vonalakba, és én azt kidolgozom. De nem volt ilyen koncepció. Volt olyasmi, hogy elértem egy adott részhez, tehát mondjuk elérnek Egyiptomba a szereplők,
akkor beszereztem egy halomkönyvet, ami az ókori Egyiptomról szólt, mert engem borzasztóan idegesít, ha valami nem hiteles. Tehát annak olyannak kell lenni. Tehát akik olvasták a könyvet, és az Egyiptomról olvasnak, tehát amit ott esznek, amit ott viselnek, ahogy ülnek, állnak, aludnak, az így van a kutatás mai álláspontja szerint. Sőt, még azok az egyiptomi szövegek, találtam egy oldalt, ahol egyiptomi szövegeket írtak át fonetikusan, meg magyarul, meg angolul, meg minden, és én azokat használtam fel. Tehát ezok teljesen hitelesek. A sumér szövegek is hitelesek benne. Hát ilyen vokalizálva vannak, tehát körülbelül hogyan beszélhettek, de azok mind hitelesek benne. Tehát nekem ez nagyon fontos volt, hogy ez tanító jellegű is legyen. Hát az örök pedagógus itt benne van. De engem valahogy így készült. A hatalmas ismeret az mindenképpen átjön, bár ezzel kapcsolatban lesz még kérdésem majd. Itt föl is írtam magamnak azt, igen, ezzel a japán hasonlattal kapcsolatban, hogy írta a regény önmagát, de akkor ezt megválaszoltad, hogy a regény írta önmagát, tehát előbb-utóbb ugye ezek a karakterek tényleg életre keltek és csináltak valamit, legfeljebb a korábbi életüket kell kicsit megpofozgatni, hogy úgy éljen a későbbiekhez. Tehát a jövő teremtette meg a múltat is. Ugye, amit nekem egy ilyen végszó is próbál majd lenni a regényhez, de ott még nem tartunk, azért még korán van. Azt mondtad, hogy ez olyan neked, mint a film elkezdődik a fejedben, és pontosan ehhez kapcsolódik nekem végül is a következő jegyzetem, amit itt fölírogattam magamnak, hogy miket kérdeznék tőled. Te töri tanár vagy, magyar tanár vagy. Ez a könyved nagyon alaposan ott van a Gilgames eposztól ókortól napjainkig, vagy az kezdetektől napjainkig ott van az egész. Ezzel indult, tehát a történelmi és a magyaros, vagy nem tudom, inkább azt mondom, hogy történelmi érdeklődéseddel, amire ráraktál egy kalandot, vagy volt mondjuk egy Atlantis-mániád, vagy volt egy kaland, ami köré építetted a történelmet, ami belehelyeztél a történelembe. Hogy erre emlékszel-e, vagy ez felkutatható-e, vagy rekonstruálható-e? Hát az az igazság, hogy én mindig szerettem az ókori Rómát. Tehát ez a történet Isten igazából nem Atlantisról szól, meg az egyiptomiakról, hanem ez az ókori Rómáról szól. Ennek rómaiak a hősei. És azért szerettem az ókori Rómát, mert a történelem során a római birodalom volt az a civilizáció, ami nagyon közel áll a mi világunkhoz. Tehát a gondolkodásukban, az államberendezkedésükben, mindenben. És ez engem úgy nagyon érdekelt, hogy hogyan lehetne kettőt összehozni. Tehát én mindenképpen egy rómairól szerettem volna írni egy történetet. És azért szerettem volna szifit írni, mert a szifiben sokkal szabadabb keze van az embernek, mint egy bármilyen típusú könyvbe. Tehát ha én mondjuk kamuzok egy szifibe, azt nem veszik komolyan, mert mondják, hogy ez egy szifi. Ha viszont írnék egy római történelmi regényt, amit biztos, hogy nem fogok megírni, tehát nem merném megírni, mert erre én úgy érzem, hogy alkalmatlan vagyok, akkor nagyon-nagyon félnék, mert hát ott nem lehet kamuzni. Jó, és akkor így kezdődött, én rómairól szerettem volna történni, mindenképpen szerettem volna, hogy legyen benne Merlin, én nem tudom miért, ez így páing így benne volt az agyamba, és a kettő így megszületett. Merlin nekünk kicsit lógott a levegőben, de mindegy, hagyjuk, hadd lógjon. Jó, akkor én most egy picit a gyerekeket, az enyémeket kérdeznék, de teljesen más is beleszólhat, egy picit erről beszéltünk, hogy mi volt nekik ismerős. Tehát mondjuk azt, hogy milyen olyan forrásokat véltek fölismerni, egy-kettő elhangzott már egyébként a művedben, amelyeket ők az alapos irodalom tudásukhoz tudnak kötni, vagy abból előszedni. Úgyhogy én szeretném, ha ezeket úgy bekiabálnátok, hogy bárki egyébként, de az enyémeknek kötelező, hogy egy kicsit párbeszédben itek ti is a Tiborral. Tehát milyen irodalmi, nem irodalmi, filmes, művészeti előzményeket véltetek felfedezni a műben? Szólít csak fel, vagy kiabáltok? Ádám. Gilgames eposz. Van, ugye, ami másképpen szerepel. Egyébként nem a Gilgames eposz van, ezt talán nem tudom, hogy tudjátok-e. A történetben az úgynevezett Enuma Elis szerepel, aminek nincs köze a Gilgames eposzhoz. Jó? Tehát ez egy teljesen más, ugyanolyan mezopotámiai, ez egy külön teremtés történet. Az Istenek háborúról szól, jó, de nem a Gilgames eposznak a része. De azért ezt mi irodalomból Gilgames eposz igen, egyik variáció. Ahogy igen. Te magad is írod a könyvben, hogy a több variáció megújul mindig ahhoz. Maradjunk a Gilgames eposz. Jó, maradhat az Enum, legyen igaz. Nem tanítunk. Oké, a lényeg az, hogy valami ilyesmi, oké. Még a többieket kérem szépen, mit véltek felfedezni. Itt előbb elhangzott a Csillagkapu, és azt ti mondtátok, mert abban nem vagyok otthon. Ugye, Áron? Áron, nem te mondtad olyan a Csillagkaput? Jó, akkor Tibor viszont ígérte, hogy valamit ehhez hozzá. Igen, a Csillagkaput, szóval ezt nem lehetett kikerülni.
Tehát mindenképpen ókori kelet, meg szupercivilizáció és hasonlók, tehát nem lehetett kikerülni a Ronald Emmerich féle filmre gondolok, tehát nem a sorozatra, hanem az teljesen ős eredetire. Nem lehetett kikerülni, és direkt nem is akartam. Tehát azt mondtam, ha akkor már ilyen úgyis fölidézi azt, hogy Csillagkapu, akkor legyen valamiféle vonala, de Isten igazából olvastad a könyvet, nincs köze a földön kívüliekhez, meg hasonlókhoz. Majd kiderül, hogy mire lesz köze, ha megírom egyszer a folytatását. A Csillagkapu mindenképpen, de nem lehetett kikerülni. Nem, de ezt nem rossz hallásból mondjuk. Tudom. Sőt, nagy örömmel fedezünk fel benne. Még kérek szépen. Na, miről beszéltünk még órán? Nagyon szégyenlősek az a baj, nem tudom érettségén, hogy fognak felelni. Majd úgy kell helyettük elmondani mindent. Jó, felmerült még bennünk például az Iliász. Akkor ilyen tudat alatt. Róma megalapítása. Az igen, az van benne, igen, van. A végén, igen, van az a Róma alapítása. Jól emlékszem. Igen, lesz szerepe, igen. Jó, tehát végül is itt egy gyenge párhuzam, de van. Mondok még rosszabbat. Segundus mindent megérez előre, mint Harry Potter, mikor fáj neki a sebb helye. Ők igazából nem emberek. Jó, akkor már túlmagyaráztuk a dolgot. Túlértelmeztük magyar tanárként, vagy túlértelmeztem a regényt. Azért valamit még itt mondanánk. Segítsetek már, miről beszéltünk még, hogy milyen források vannak. Valamiket még emlegettünk. A csillag, a Star Wars az mindenféleképpen ugye benne van. Én még Terminátort mondtam, ha a filmeknél vagyunk. Hát előfordulhat. Vannak olyan science fiction toposzok, amiket nem lehetett kihagyni. Tehát... Én úgy gondoltam, mivel ez egy film. Tehát azt meséltem, hogy ez úgy születik egy ilyen történet, mint egy film. És milyen egy jó film? Színes, szagos, háromdimenziós. Michael Bay rendezi. Igaz? Tehát Michael Bay rendezi, ami azt jelenti, hogy dög-nagy robotoknak kell bele lenni, izmos, izzadó nőknek, és jóképű pasiknak. Tehát ezeknek így kell kinézni. Na most ezért nem lehet megkerülni azt, hogy ne legyenek benne ilyen mehák, tehát ilyen lépegető ember által irányított robotok. Tehát mindenképp, hogy legyen, és ha esetleg egyszer veszitek magatnak a fáradtságot, mert akkor a mazohisták vagytok, de letölthető az internet, és az Enuma Elis, tehát amiről beszéltünk, akkor ott szépen megjelennek ezek a skorpió emberek, meg a kentaurok, meg hasonlók, és én elképzeltem, hogy ez milyen lehet ilyen high-tech. Mert azért van a skorpió embernek ilyen fullánkénből lövöldöz, meg hasonlók, mert benne van az Enuma Elisbe. Jó, és akkor ezt így modernizálgattam. Hát ezért van benne Terminátor, igen. Nekem ez nehéz dió volt. Tehát én egy picikét bevallom neked, hogy én nekem volt benne egy ilyen szkepticizmus, hogy ezt én végig fogom-e tudni olvasni. Mert én hát mondjuk azt, hogy nem azt mondom, hogy Nádas meg Eszterházi, de mondjuk annyira a skipi sem. Tehát úgy jó, a Star Wars meg volt, aztán itt abba is hagytam kb. De nagyon lekötött meg kell, hogy mondjam. Bosszankodtam rengeteget ezeken a izéken, nem is tudom megkülönböztetni az impukat az kiktől. Szutehektől. Elnézést kérek, de a gyerekeket sem mindig tudom megkülönböztetni egymástól, úgyhogy ez az én fogyatékosságom, de rettenetesen lekötött bizonyos része, nem pont ezek a fegyveres, vagy ezek a nem tudom, harcászati leírások, de ettől függetlenül sok minden. És még egyet mondanék, ami lehet, hogy megint úgy fennakadsz, a végtelen történetnek a kislány királynője. Ez is lehet, hogy benne van. Akkor... Most így mondod, eszembe jutnak olyan dolgok, én gyakorlatilag 6 éves korom óta folyamatosan olvasok. Ami azt jelenti, hogy én mindent olvasok. Tehát a metrónak a plakátjait az elejétől végig megyünk, ha a WC falára valaki fölírt valamit, azt is elolvasom, az újságot. Tehát ezek a dolgok így és beépülnek. Tehát én sok minden, amit elolvastam, én arra emlékszem. Tehát a Secundus valahol engem is tükröz, mert Secundus is mindenre emlékszik, ami a múltjában volt. Én is nagyon sok minden emlékszem. Nagyon nem szoktak ennek örülni, mert el szoktam mondani az embereknek, hogy na most 3 évvel, 5 évvel ezelőtt ezt mondtad, hogy, és akkor még 10 évvel ezelőtt is, és aznak nem szoktak örülni az emberek. Jó, ez nem jó tulajdonság egyébként. Nekem legalábbis biztos. És ezek mind beépülhettek a történetbe. Tehát ez nem tudatosan történik, hanem így rakódik, és ez így kijött. Lehet, hogy egy kicsit túl van írva egyébként, tehát ha mostani kezemmel venném, és még egyszer kiadnák a könyvet,
akkor biztos, hogy egy picit belepiszkálgatnék. Tehát egy-két helyen húzogatnék bele, nem nyúlnék nagyon hozzá, tehát aki mondjuk ezt elolvasta és elolvasna az újkedest, akkor nem nagyon látna különbséget, de egy-két helyen azért húznék a túlírásból. Igen, jó. De nem kritizálni, vagy nem újítani akarjuk a művet végül is. Nekem ez egy ilyen elbeszélés technikai probléma, de vagy nem probléma, majd beszélünk, vagy hát szóba kerül ez is. Én itt közben fölírtam magamnak ezt, ugye ezt a téridő mátrixnak neveztem magamban ezt az egész mindenséget. A tér mondjuk aránylag jól követhető, tehát ugye ez rendben is van, ez nem volt probléma. Az idő az nehezebben, de ezzel kapcsolatban, nem igaz, hogy nehezebben, hanem problémásabb, vagy összetettebb inkább az időszemlélet ennek az egész műnek, és itt próbáltuk megfejteni a gyerekekkel úgy órán is, ugye, hogy mit jelent ez a történelmi fejlődéssel kapcsolatban, ugye mindenféle filozófia, meg felfogás, meg mindenféle volt itt, amiket tanítunk is, ugye az egyenes irányú felfelé fejlődés, ami nagyon optimista, aztán a körkörös, és akkor a spirális, meg hasonló, és a spirál nagyon szépen meg is jelenik ugye ebben a műben, sőt, még valami kiterjedése is van, meg kikerülünk a szélére, bekerülünk, stb. Mitikus idő, történelmi idő, ez csodálatos, és ez nekem nagyon tetszik, és azt is mondtam végül is a végén magamnak, hogy a jövő teremti meg a múltat valahol ebben a regényben, és ugye ez szépen összefolyik, és majd valahogy alakítjuk az életünket, de nincsen végül is római birodalom nélkülünk. És azt szeretném inkább ezzel kapcsolatban, hogy amit előbb egy picit pedzegettem előtt egy töri tanárként, meg a hitelességet, amikor mondtad, tehát hol kezdődik a fikció, akár a múltat nézve, tehát van egy réteg, ami nyilván, ahogy is mondtad, örülök nagyon jó, a tudomány mai állása szerint igazolható, de nyilván a múltban is egy fikció. És hol kezdődik a jövőnk, hol kezdődik a jelenünkhöz képest a Sky and Fiction? Engem meglepő, vagy ilyen zavarba hozó dolgok is foglalkoztattak itt, hogy én nem értek az informatikához, nem értek a hál' Istennek, akkor akár el is hihetem, amit leírt a könyvben. És valóban kérdezgettem otthon, a hadászathoz sem értek, haditechnikához, hogy mi ez, ami ebből, mondjuk ezekből a kristály izékből, a adathordozókban, hogy mi az, ami ma van, és mi épül rá a te elképzelésed szerint. Tehát, hogy tudsz nekünk valami irányt mondani? Hogy... Jó, akkor a történetben az eleje, tehát a teutonburgi csata és társai, azok teljesen hitelesek. Nekem van egy nagyon kedves tanárom a Szegedi Egyetemen, Székely Melindának hívják. Ő írta egy hatalmas tanulmányt a teutonburgi csatáról. Én kértem tőle még plusz tanácsokat, tehát ami ott van, az teljesen hiteles. Tehát még a katonatisztek nevei is ugyanazok voltak. Tehát Secundus leszámítva, az összes többi mind ott halt meg a teutonburgi csatában. Tehát mind létező romaiak voltak. És az a pillanat, amikor elérnek, a véget ér a csata, na ott kezdődik a fikció. Tehát onnét az a történet, amit olvasunk, az csak külsőségeiben hiteles, tehát azt mondom, hogy az ókori egyiptomi emberek így, de ez egy teljesen más időségben van, tehát abból bármi, nem tudom, követhető, amit mondok? Jó, tehát abból bármi kinőhet, és ez már a science fiction. Tehát úgy gondoltam, hogy manapság nagyon menők ezek a... Tehát máshogy mondom. Tehát megint a 3D-s mozit képzeljük el. 3D-s moziba az a menő, hogy ilyen holografikus kezelőfelületeket kiraknak, és akkor az emberek egész nap ezt csinálják ott közöttük, mint a Tom Cruise a külön véleménybe. Most egyszer csinálja valaki egy órán keresztül, jó? Tehát ez egy baromság, de marha jól néz ki. És úgy gondoltam, hogy ezt föl lehet használni, tehát akkor ilyen holografikus dolgokkal játszadozzanak, ami nem túl... Igen, nem túl hihetetlen, technikailag biztos megvalósítható valahogy, meg az atlantisziaknak is kell, hogy legyen valami technológiájuk, ami mégse legyen olyan, mint a miénk, és akkor kitaláltam ezt a kristályos jellegű dolgot, amiben egy informatikusnak kértem a tanácsát, írt nekem egy 3 oldalas tanulmányt, egy szót nem értettem belőle, úgyhogy az, ami úgy megmaradt belőle, az úgy belekerültek ebbe a történetbe, és ezt a kristályos dolgot egyébként összekötöttem abba a Prebellum Atlantisba, tehát hogy hogyan illeszkedik a mi világunkba. És így, tehát ez a fikció benne. Viszont azt gyorsan elmondom, és nem szeretik az olyan sokat beszélni, ha tanárnő kérdezhesse, tehát azt elmondom, hogy a világ azért nem olyan nagyon erőteljesen változik. Tehát ha megnézitek a múltunkat, meg a jelenünket, és 100 évre visszamentek, akkor nagyon sok olyan dolgot használtok, amit 100 éve is használtatok. Jó, a mobiltelefont nem, azt senki se tudta megjósolni,
de a fegyverek nagyjából ugyanúgy működnek, mint akkor, az autók azok csak külsőségeivel változtak és teljesítmény ugyanúgy autók, és van nekem egy nagyon kedves ismerősöm, akit én nagyon köszönöm a sorsnak, hogy találkozhattam vele, Gáspár Andrásnak hívják, az egyik legnagyobb magyar fantasy író Wayne Chapmanként alkot, és ő mondta nekem, hogy Tiborkám, a Kalasnyikovot 47-ben fejlesztették ki, és 2014-ben is gyártják. Tehát ebben olyan technológia van, ami ilyen időtálló. Tehát azt mondom, egyszer filmet fognak bele csinálni, akkor senki se fog meglepődni rajta, hogy mit használnak. Tehát itt van a sci-fi benne, de nem túl sok van benne, és onnétól kezdve fikció az egész, hogy ők átlépnek a kapun, és eldöntik, hogy visszatérnek. Jó, igen, hát ugye ez is egy külön réteg, ez a biblikus keresztény réteg, amiről lehetne sokat is beszélni, akár is, mint ex-frankás, biztos végül is át is gondoltad ezt alaposan, hogy ez hogy van. Hadd mondjak ez valamit, jó? A Frankában volt egy beszélgetés, meghívtak oda, mint volt frankás diákat, és hogy beszéljünk a könyvről, és az egyik srác megkérdezte, hogy Isten, kinek az Isten a könyvbe? Mondom, hogy hol van leírva a könyvbe az a szó, hogy Isten? Mondom, egyetlen egy ember ejti ki, az is csak kérdésként, és ez egy szándékos dolog volt. Tehát az, istenségként. Hogy, igen, emeget. Istenségként, de szándékos volt, hogy ne köthessük semmilyen valláshoz, mert az én felfogásom szerint egyetlen Isten van, csak különféleképpen imádkoznak hozzá. Tehát teljesen tök mindegy, hogy zsidó vagy keresztény, buddhista vagy akármi. És hogy ne lehessen hozzá kötni. De most az angyalok azok nagyon sok vallásban léteznek, ők azért kerültek bele. Jó, tehát ez a transzcendens része benne. És ha már ide kerültünk ehhez a részhez, akkor az is nem az szépen megfogalmazik, és kiderül, ugye, amit elméletileg ugye mondjuk, hogy a félelemből fakad az embernek az Isten teremtő, nem tudom, motivuma. Tehát ugye ezért úgy tanítjuk, úgy tanítják, úgy alakul ez a mai, hát nem tudom, mondjuk, hogy nem vallásos felfogásban, ugye, hogy ez volt a motiváció. És ezek az általunk ismert, megteremtett ősi istenek, ezek mind emberfiguraként jelennek meg a könyvben. De ott van fölöttük az istenség, ami ugye nagyon rejtve marad, és az angyaloknak ez az időtlensége is. Ez csak a madács, ugye azért ott van a madács is benne. De egy kis madács is, igen. Egy kis tényleg. Madács is, igen, sok vagy egy-két szempontból. Hányban vagyunk? Hányat írunk akkor, amikor James és Mary megtalálják a... Hányat írunk? Hát nekem tőlem most is 2017 is írhatunk egyébként. Van egy 2035 benne a regényben. Több is van. Tehát van egy 2018, az a Renáta története. A 2035 az csak egy fegyverre vonatkozik, tehát azért M35-ös, mert a 2035-ben fejlesztették ki azt a impulzus fegyvert, amivel lövöldöznek, mert nem lehet az atlantiszi páncélt átlőni egy kalasnyikóval, akármilyen is akarják. Bármikor játszódhat. Tehát azt mondom, hogy most. Ha majd elérünk 2018-ig, és nem lesz marokkói konfliktus, akkor majd örülni fogunk neki, de most játszódik a történet. Vagy holnap után, vagy bármikor, hiszen bármikor kifejleszthetnek ilyen holografikus, már vannak most ilyen ötletek rá, hogy csinálnak ilyeneket, bármikor lehet. Így van, tegnap már nem, de holnap még lehet. Igen. Június 14, akkor fog megjelenni Jamesnek a cikke. Június 14 az egy emblematikus dátum. Igen, jó, tényleg. Véletlen? Tök véletlen. Nincsenek véletlenek, persze, hogy nincsenek, nem tudom. Tehát ezeket én nem gondoltam végig, Robert. Abszolút nem. Tehát leültem, és akkor ilyen nekem ez úgy jön, mint egy ilyen agyrobbanás. Tehát ez, azt úgy képzeljük el, mint amikor vannak profi írók, akik nem így dolgoznak. Nem tudom, nem tudok nem így dolgozni. Ez olyasmi, mint amikor elmész randira. És első randi, vagy második, vagy mit tudom, és akkor fú, érted, a gyomrod egy csomó van, és ú, a legjobb, és akkor így ömlik belőled a dolog. Érted? Tehát ez így működik. Nem gondolkodtam a június, beleírtam is június 14, biztos, hogy valami felsőbb sugallatra. Oké, rendben, akkor ezt fogadjuk el, így legyen a titka végül is a szerzőnek is. Jó, azt mondtad, hogy ez egy római regény. Tehát ugye Rómáról szól, mert Rómát szereted. Én azt írtam ide magamnak fel, hogy ez egy bosszú regénye. Igen? Nekem bosszú regény.
Hát Kleopátra bosszút akar állni ugye a rómaiakon, igen. És ezért jön létre az én olvasatomban Atlantis, ami nem teljes olvasat. Nem azért olvasat, jön létre, Kleopátra csak felhasználja. Azért vagyunk Atlantis ebben a korában, igen. Van egy olyan, az a regény közepe felé úgy éreztem, hogy meg fog valahogy fordulni az egész, és ugye Atlantis, mint ideális állam, ahol az emberek a szabadságvágy, a teljes egyenjogúság, a egymás iránti tisztelet, blablablának, tehát a csupa pozit, az utópiának a megtestesülése, ahogy ugye erről szoktunk is végül is beszélni Platón kapcsán. És aztán jött aztán újra fordított ugye egyet az egészen Kleopátra és az ő kis személyes, kicsinyes, nőies bosszúja. A nőkről azért még beszéljünk majd egy kicsit ebben a regényben, jó? Bár lehet, hogy gyerekeket kizavarjuk előtte. Jó, akkor miről szól? Kinek miről? Neked miről? Mert azért te mégiscsak a Rómát meg akartad védeni, vagy megvédted. Az az igazság, hogy most ez egy olyan dolog, nekem tudod, mi jut eszembe? Az Arany Jánosnak a mondás, hogy gondolta a fene. Tehát, nem mondtam de semmit, nem úgy, hogy mit gondolsz. Hanem igen, hogy a szerzőt megkérdezik, miért írta ezt a könyvet? Nem tudom, volt egy történet, amit el szerettem volna mesélni. Jó, és de ennek vége nincsen. Hát nincs vége, de majd véget ér. Tehát ha minden igaz, 2015-ben véget ér. Én elvesztettem a szegény kínaiakat szem elől, szerintem elő fognak kerülni. A Secundus is elvesztette őket. Elő fognak kerülni a szegény kínaiak, és még sok minden kerül. Én vártam azt, hogy a japánnak, akit megmentettek, azért már valami lesz szerepe a japánnak, akit megmentettek. Na jó, te olyan vagy, mint azért tényleg a Jókai meg a folytatásos regény. Jó, hát a japán, ugye tudjuk jól, most akik olvastak könyvet, tudják, hogy egy építő mérnök. Igen. Na most akkor innétől kezdve mindjárt ki lehet majd talán következő részben biztos lesz valamilyen alagút. Négyes metró. Négyes metró, hatos, nyolcas metró. Mindegy, tehát valami biztos, hogy lesz. Tehát minden szereplő, aki megemlítésre került, az fog, és a következő részben nagyon-nagyon érdekes, izgalmas figurák jönnek létre, akik egy része ismerős is lesz. Ez tudatos volt ez a sok lezáratlan szám? Igen. Tehát amikor eljutottam nagyjából a könyvnek a felig, és akkor már tudtam, hogy hol fogom befejezni. Tehát elsőre ez úgy volt, hogy ez egy könyv lesz. Tehát én el is képzeltem, hogy hogyan lesz, mint lesz, de aztán olyan sok, mint a George R.R. Martin, tudjátok, aki a Trónok harcát írta. Írok 3 kötetet a Westerosztól, és már 7. tartok. Én nem szeretnék ilyen sokáig írni szekunduszos történetet. És amikor feléig értem, akkor láttam már a szálakat, amiket bogozgatnom kell. És onnétól kezdve tényleg azok, akik így megjelennek, azok fognak szerepelni a továbbiakban is, tehát a következő részben vissza fognak térni, és Kleopátra nagyon sokat fog gonoszkodni még ebbe a történetbe, de azért valahol ő is érthető. Igen, miért nem szeretette Kleopátrát? Nem az, hogy én nem szeretem Kleopátrát, hanem ez is egy toposz, tehát hogy ő egy ilyen főintrikus a történelemben. Tehát ha megnézzünk történeteket, Kleopátra sehol se pozitív. Tehát egy vérbeli politikus, egy politikus nem szoktunk szeretni. Tehát aki szereti, az már beteg szerintem, egy politikus szeret. De ez csak az én véleményem. És a Kleopátra is egy ilyen tipikus politikus. Neki vannak politikai célja, ezt szeretné megvalósítani. És olyan machiavellista, tehát átgázol mindenen, amit ő elképzel. És szerintem jól illik ebbe a történetbe, hogy legyen egy főintrikus. Pont nem ez az arca jelenik, szerintem, aki védi a fiát. Jó, lehet, hogy még ki majd kiterül a végén, hogy nekik sem a fiát védi, hanem csak ez csak akkor egy lehet, ilyen álca. Lehet, hogy én tovább látom a történetet, igen. Tessék? Én tovább látom a történetet. Jó, lehet, hogy te tovább látod, nem mondd el, mert akkor nem fogjuk se elolvasni, se megvenni a következőt, és az nem lenne jó. Jó, tehát most én nekem például, tehát ráadásul tényleg nem a politikus láttam benne, hanem azt a kicsinyes bosszú álló embert, aki Cézáron és Augustuson akar végül is bosszút állni, és emberi volt, és kedves volt az, ahogy a fiáért aggódott, stb. Tehát végül is nekem inkább pontosan ez. Ezért mondtam azt, hogy minden könyv magát magyarázza. Tehát minden olvasónak más mond. Én más céllal írtam meg, neked meg más jött le belőle. Jó, bocsánat. Nem, tehát... Jó, még a nélkülön még mindig fogunk beszélni. Én azt nem hagyom ki. Beszéljünk egy kicsit a karakterekről. Tehát az világos, hogy Secundus te vagy, vagy te Secundus vagy. Azért annyira nem. Nem. Nem, annyira nem. Van nem. Egy vonása van, mondom, ez a mindenre emlékszem. Azon kívül semmi. Secundus engem néha nagyon felbosszantott, és ez nem a párhuzam, most akarom mondani, mert neked még nem sikerült, de lehet, hogy fog. Jó. Néha úgy éreztem, hogy túl hamar megért mindent.
nem azt mondom, hogy butarómai létére, mert ez nem nyilván van benne valami, de nem úgy szó szerint. De ő végül is, amikor a csatában láttuk őt, ugye a germánok, germán időben még, vagy a teutoborgi csatában, akkor sem mutatkozott valami különleges, inkább ilyen kis lúzer volt, na, tehát úgy ott, ahogy ott én fergett össze-vissza. Hát egy könyvember volt, hát ne hülyéskedj, csak a könyvek. Hát jó, oké, rendben. Róma muszáj volt katonáskodni a szenátor gyerekeknek. Hát. Tudom, hogy ez, csak azért mondom, hogy nem tűnt valami különleges valakinek, és azt akartam ezzel csak végül is, hogy néha túl gyorsan jött rá a dolgokra, hogy most akkor a lift az oldalt halad, és akkor ez egy piramisnak az. Ez igaz, de akkor a könyv nem 600 oldal, 500 oldal lett volna, hanem 1500. Jó, a másik oldala meg ez a tátva maradt a szája, elkerekedett a szeme. Tehát amikor meg hihetetlen naív volt. Túl sok nevelét olvastam. És automatikusan belejött, igen. Nőügyekben meg kifejezetten béna. Hát lehet, ja. Felmerült, otthon beszélgettünk, hogy akkor ez ilyen szerelmes regény, és így keresgettük itt a műfaját, meg az alfaját, meg a nem tudom. Nem, mondtam, hogy a két főszereplőnő meg volt a főszereplőnek, de körülbelül ennyiben lehet ezt lezárni a szerelmi szálat. Úgyhogy Peri háborotát is keltett, hogy úristen, itt mindenki mindenkivel. Azt vettük még észre, bocsánat, mondtam, hogy kizavarjuk a gyerekeket. Azt vettük még, hogy észre vagy figyeltük, hogy ugye rómaiak és modernek. Merlin, aki kilógott valahol a sorból. Ugye ő valami középkori kelta. Ő római. Jó, igen, de a mi tudásunkban azért ő a kelta. Igen, azért tettem így bele. Tehát a Merlin, ő a varázsló. Ő az eseményeknek a mozgatója. Tehát azért került bele a varázsló, aki ugyanakkor a manipulátor, mint a Kleopátra. A Kleopátra nem akkora nagy manipulátor, mint a Merlin. A Merlin az egész események mozgatója, és ehhez valami különleges képességű ember kellett, tehát ő a varázsló. Viszont a Merlin az egy római figura is, tehát valamikor a 360-as években él, vagy 400-as évek elején, a mi időszámításunk szerint, és így tudtam a kettőt összekapcsolni. Tehát itt a másik kötetben, ugye a bevezető történetben Merlin elmeséli a saját történetét is, bár azt mondja, az én történetem rövid, és abba kiderül, hogy ő kicsoda valójában, de kellett valami ilyen, azért mégiscsak valami természet fölötti erővel rendelkező személy, mert ez egy misztikus történet is, aki szintén mozgatja a szálakat, és ennél jobbat nem tudtam kitalálni, mint Merlin, mert az mindjárt a varázslót hozzá, olyan, mint Gandalf. Csak Gandalf az nincs annyira még benne a köztudatban. Nem, de csak az inkább, hogy mondjuk miért is benne egy barokk ember, egy reneszánsz ember. Tehát, hogy ez olyan frankon összén ez a kapunk kibe, hogy csak... Azért nincsen, mert Merlin elmeséli, hogy azokból a korokból származó emberek nem voltak annyira nyitottak a világra, és nem tudnák annyira használni a modern fegyvereket. Ők a kaput így választották. Ők a kaput választották, igen. Jó, most egyébként elárultam magam, hogy én a Prebellumot nem olvastam, de esküszöm, pótolni fogom, és akkor nem kezdek ilyen butaságokat legközelebb, ha lesz legközelebb. Van itt ugye ezen a területen, megjelennek a szagik, megjelennek az egyiptomiak, megjelennek a modernek, a rómaiak, és egy szem zsidónő a zsidóság bölcsében. Nem, nekem feltűnt, hogy egy szem van belőle, miközben ugye ott vagyunk az ószövetségi területen, akár időben is. És ráadásul egy elég kiemelt szerepe van. Van. De én nem gondolkodtam ezen, hogy most a közel-kelet a történet, Isten igazából nem a Szentföldhöz kötődik. Nem, azt a gyerekeknek mondtam is, hogy nem a Bibliát úgy nagyon nem kell forrásként emlegetni ehhez, tehát azt gondolom. De ettől függetlenül valahol mégis ott... De ezek nem tudatos döntések voltak, tehát valahogy úgy éreztem, hogy egy ilyen figurához ez a karakter illik. Tehát, hogy ő meg kiszállt az autóból, és én azonnal tudtam, hogy ez a nő egy zsidónő és egy moszadig nő. Tehát a pillanatban. Jó, de hát ez benne lett azért mondjuk az izraeli hadsereg, vagy nem tudom, tehát ahol nők is vannak. Nem tudom. Jó, oké. Nem is volt tudatos, tényleg nem is mond ez butaságot. Nincsenek benne, köszönöm. Tényleg lehetett volna benne egy kis izraeli hadsereg is. Nem vártam itt, csak egyszerűen nem. Azt tűnt fel, hogy mindenkiből úgy van sok, csak a zsidóból van egyetlen egy, aki nő, és aki azért jelentő szerepet tölt be mindenféle. Egyébként gondoltam, hogy nem fogod őt rossz emberré tenni. Az ki volt zárva, hogy a csaj az nem fog... Olvasd el ezt a könyvet.
Jó, hát eddig, de én most erről beszélek. Jó, nagy szemétben. Jó, oké, hát mindenkinek megvannak az árnyoldalai nyilvánvalóan. De, hogy mondjam, nincsen benne szőke szende. Nincs. Tehát mind a két nincs. Főszereplő, ugye a kínai hölgyről sokat nem tudunk meg, de a Kleopátrárot azt már ugye kibeleztük, de ő más jellegű szereplője ennek, mert te is mondtad, toposz végül is a műben. Mi bajod van a Renátával, meg a lehet, hogy nem a Ziva, vagy Civa? Ziva. Na most a Ziváról csak annyit, hogy mindenki kérdezte, hogy miköze van az NCIS-hoz, semmi az ég egyat a világon, hanem amikor a könyvben elkezdtem dolgozni, még nem ment a tévbe az NCIS. És egy ismerősöm, aki nagyon otthon van a Közel-Keleten, meg hasonlók, meg milliószor járt Izraelbe, mondtam, hogy szeretnék szerepeltetni zsidókat, izraelieket, de nekem izraeli nevek kellenek. Tehát férfiak és nők, és keresztnév és vezetéknév, és akkor felsorolt egy csomót, és a női vezeték nevek között az első helyen állt ez a Ziva. És azt mondta, hogy azért, mert Izraelben minden harmadik lánygyermeket Zivának hívnak. Jó, tehát ezért lett ő, de sajnos elkezdett az NCIS, és az én könyvem meg később jelent meg, úgyhogy mindjárt úgy gondolták, hogy onnét nyúltam a nevet, de hát most úgy sem tudom bebizonyítani. De most annyit, hogy miért nincsen szőke szende? Nem, miért nincsen, csak egyik sem az. Tehát, jó, oké, mind a kettőnek a szerepe ugye egy ilyen harcászati, nem tudom milyen folyamatban való beavatkozás, tehát valószínűleg nem is illenek nem oda. Nem illett volna bele. Nem. De azt csak is... nem tipikus nőképek. Nem, hát akkor ha most valami magyarázat kell, nem tudom miért, akkor van még egy toposz, látod, ami most így eszembe jutott. A Vampnak a... Ne, igen, mindjárt eszembe is jutott az ilyen harcos csajra, Ellen Ripley. Na, az nagyon jó, hogy a nyolcadik. Ellen Ripley Alienből. Ő volt az első olyan idézőjelben tökös csaj, aki megfogta a nagy fegyvert, aztán odakaszált. Jó, és manapság, igen, tehát nem tudok én se elszakadni ettől a világtól, amiben élő. De nem, mi ezt szeretjük, mert eddig lett érettségét ezekben a mostanság nagyon menő, ezek a fegyverfetisiszta latinák, ugye Michel Rodriguez és társai, akik azért csak megfogják a nagy fegyvert, amikor kell, és valahogy ezekben ilyen típusú csajok illettek. Most ha írok egy másik könyvet, abban nem ilyen, ami most dolgozok, abban nem ilyen csajok vannak. Jó, ebbe ilyenek illettek. És ahogy mondtam, Michael Bay, lobogó haj, izzat, izmos női testek, tehát valami ilyesmi. Jó, ez illett hozzá. Jó, azért tetszik ez nekünk egyébként, nincs ezzel semmi gond. Kicsit beszéljünk az elbeszélésnek ugye a módjáról. Előbb mondtam, hogy te vagy szekundusz, és az elején ezt még úgy nem éreztem teljesen. Jó, most hiába rázod a fejed, azt mondtad, hogy úgy értelmezem a könyvet, hogy akarom, az én értelmezésem. De hogyha úgy figyeltem picit ilyen, nem tudom, tehát ilyen nem csak befogadói, nem csak olvasói szemmel, akkor először azt mondtam, nagyon szépen szétválaszt. Tehát megkülönböztethető volt végül is a külső elbeszélő, aki mindent tud, aki tényleg meg is magyarázza ezeket a problémás dolgokat, vagy éppen nem magyarázza meg, de rájövünk szépen lassan, és egyszer csak elkezdte váltogatni, tehát belecsúszott a szekundusznak a szemszögébe, és szerintem a regény felétől már csak szekundus szemszögét érzékeltem. Végig szekundus meséli a történetet. Azt mondom, hogy végig szekundus, de volt egy, az elején megkülönböztethető valahogy egy kicsikét az elbeszélő. De ez megint nem rossz hallás, hanem inkább mintha az, mint hogyha a történet beszippantott volna mindenkit. Biztos engem is egyébként. Tehát lehet, hogy nincs is tökéletesen igazam, csak akartam is a történetnek a részese lenni. De azért éreztem nagyon erősen az, hogy Rómát nagyon szereted, szekunduszon keresztül, az anélkül is kiderült, hogy a végén kiderült volna ugye az, hogy most itt a Kleopátra az jó meg akarja leckésztetni a rómaiakat. De azért az nagyon-nagyon érzékelhető volt ez a szeretet, ami nem baj. Tehát ezt megint csak nem kritikaként mondom. Ez volt a szekunduszban nekem még egy ilyen kicsit nehézkes, hogy egyszer ilyen nagyon naív volt, egyszer meg nagyon jó. Hát az istenségekről beszéltünk, még azt írtam ide föl magamnak. És hát ugye az érettségizőimnek az egyik feladata ad lesz, hogy ilyen műfajokhoz is kössék ezt a művet. És ők megint nem fognak megszólalni, hogy ismerem őket. Úgyhogy vagy szeretnétek mondani néhány ilyen ötletet, hogy mit fogtok említeni majd június közepén a szóbeli érettségiteken, az a szerencsés, aki ezt kihúzza. Hogy milyen lehet, hogy senki se fogja. Olyan nincs. Kettőt rakok bele ebből a tételből. Nincs itt az elnök, nincs. Kiabáljátok be nekem néhány műfajt, amihez kötitek. Regényt nem mondjátok, vagy legalábbis csak alfajait, jó, hogyha ilyet mondtak. Akkor segítsünk nekik.
Ideutazós történet. Jó, az utazásnak, akkor már kicsit álljunk le tényleg, mert azért utazás toposz is szépen azért ott van valahol. Van benne, igen. Van egy kicsike sok. Igen. Nem is kevés utazás van benne. Sőt, fejlődés regény ezzel kapcsolatosan. De ezt muszáj nekik, hát érettségizni kell, mégse beszélhetünk utazás. Arról. Aztán van, a kommandós történet is van benne. Ez külön műfaj, ez irodalmi műfaj. Műfaj. Igen, vannak ilyen könyvek, ilyen kommandós történet. Tehát, hogy megyünk, és akkor kiszabadítjuk a királylányt. Tehát ez a tipikus kommandós történet. Akkor mese. Hát, mese, ja. Ja. Okay. Még ötlet. Nekem az eredet mitosz az ott van valahol, meg az eposz. Igen, a világ keletkezése. Igen. Tehát, hogy honnan indultunk, és hová jutunk el. Ha még szűk, nem is csak a világ, hanem úgy az idő keletkezése a történelmi koroknak. Mindig azt érzem, hogy nincs történelmi kor, ugye, hogyha ők nem akarják. Tehát van egy ilyen erős kauzalitás, amit úgy érzek, hogy egyik lépésből csak akkor megyünk át a másikba, ha megtörténik az előző. Ez olyan, mint az ilyen lépcsőfokok ezeknél a szerepjátékoknál a számítógépen. Nem játszom, tehát azért beszélek ilyen primitíven róla, mert nem szoktam ilyeneket, de minden ilyen leveleket kell, ezért már mint fokozatokat kell ugye elérni, és mindig ezt éreztem, hogy, vagy ezt érzem benne, hogy meg fognak történni a dolgok, de nincs benne idő. Tehát az, hogy hány, nem biztos, hogy Róma ekkor vagy akkor fog elbukni, hanem akkor fog elbukni, ha éppen az előző ránc. Igen, hát ez a játék a történetben. Tehát, hogy az egyik lépése nem vezethet oda, ahol ők szeretnének eljutni, és ez egy ilyen jó ötlet volt, amit meg lehetett irogatni, és elgondolkodtató valahol. Tehát... Még azt szerettem volna, de ez lehet, hogy egy nagyon buta kérdés lesz, nem tudtam már igazán utána nézni, hogy azzal kezdődik az egész regény, hogy nem Platón szövegét kezdi el kutatni a James, hanem a Akkádeposzt, teremtésteposzt, és ezért jön rá, vagy ezért kezd rájönni végül is arra, hogy mi lehet itt az Atlantisnak az eredete. Ez valami valós kutatás, vagy ez belőled fakad? Elkezdtem olvasgatni ilyen Atlantisról szóló dolgokat, és aztán arra jutottam el, hogy most miért ismételgessem azt, amit más is ismételgett, és végül is kitaláltam ezt a történetet. Tehát összekapcsoltam ezeket a teremtés mítoszokat, meg kis részleteket innét-onnét amondít, és így született meg ez az én Atlantiszom, aminek nincs köze a Platónhoz. A névadás a zseniális, tehát az összerakása az ősi neveknek, az a Mark Duck, meg a nem tudom, Mark Duck, mint Istennek a neve. Tehát ezek nagyon tetszettek nekem, ezeket külön élveztem. Kicsit akkor végül is a befejezésként én meg nem tudom, az én... Egyébként engem nagyon érdekelt ez az időkezelés, ez nagyon érdekelt az egészben. Ugye a történelem tanár megteremti a történelmet nekünk, itt a regényben. És ugye a jelenünk megteremti, vagy a jövőnk megteremti a múltat, inkább a jövőnk, mert ugye még ezt az atombombát még el kell juttatni az angyalokon keresztül, ugye alakuló Róma. Az is érdekes lesz majd, hogy juttatják. Alig várjuk, ja. Én ezekre készültem, ezekre a kérdésekre, de még ha úgy érzed, hogy marad benned valami, amit mindenképpen szeretnél úgy elmesélni nekünk a regénnyel, vagy többi dologgal kapcsolatban, akkor azt várjuk, és majd akkor utána lehet kérdezni is, vagy szeretnénk, ha kérdeznének. És ugyanazt is felírtam magamnak, hogy lesz-e belőle film, mosolykával, de hát annyi. Istenem. És azt is felírtam magamnak, mert ezt viszont loptam, hogy tükörregény Atlantis szemszögéből. Igen, ez fölmerült ez a kérdés, és tehát nekem vannak terveim ezzel a történettel. De az igazság, hogy én nem szeretnék a Rowlingnak meg a Martinnak a cipőjébe lépni, mert nekem borzasztó sok könyvem van, és ötletem van, amit szeretnék megcsinálni, azt jó Isten tudja, hogy mennyi időm lesz rá. Tehát nem szeretnék leragadni egyetlen egy témánál, meg egy stílusnál, meg hasonlóknál, és végül is azért született ez a másik könyv, csak hogy akik még nem látták. Tehát eznek két része van, kicsit reklámozzuk. Ugye a Prebellum Atlantis az egy ilyen előzménytörténeteket tartalmaz. Tehát voltak olyan figurák benne, akiket én nagyon szerettem, tehát a Renátát, a Zivát, meg a Mark Duke-ot, meg ilyenek, csak nem tudtam róluk sokat írni a könyvbe, és azért úgy döntöttem, hogy írok róluk egy történetet. És van mindegyik egy jó kis történet. És amikor a kiadásra került a sor, akkor a kiadó mondta, hogy ez itt túl kevés, tehát valamit kéne hozzá, és összeszedegettem más novellákat is, hogy lássa, aki olvassa, hogy én nem csak ezt tudom, tehát teljesen másokat is tudok. Tehát valahol ez a cél, és
Most úgy van ez a tükörregény az Atlantisról, hogy fölmerült egy olyan ötlet, hogyha befejeztem a történetet, akkor le fogja zárni az egészet egy ilyen, ugyanilyen novellás kötet, ami az atlantisziak szemszögéből meséli majd el a történetet, de azt nem egyedül fogom írni. Tehát nagyon jelentős és befutott szerzők, akik olvasták a könyvemet, ők egymástól függetlenül azt mondták, hogy ha oda kerül a sor, akkor ők nagyon szívesen lezárják velem a történetet. Tehát 4-5 ilyen magyar szerző. Egyedül miért nem bírod lezárni? Mert ez egy lehetőség, és marhára örülök neki. Örülsz? Igen, igen. Tehát ez szerintem megtiszteltetés, hogy mondjuk egy Gáspár András ír nekem egy atlantiszos történetet. Szerintem képes lenni rá egyedül is. Nem, én ezt így gondoltam, ez nekem nagyon-nagyon jó. És ezzel szépen le is zártuk az egészet, és utána fölkerül a polcra, és többet nem foglalkozunk vele, majd csak akkor a Michael B. jön, és akkor... A szürke cicákról fogsz írni. Hát csak is azokról, igen. Jó, de akkor valahol azért a karakterteremtés az megtörtént, amit én kérdeztem, én csak utána. Vagy történik? Hát a karakterteremtés, de a történet a szekundusról szól, tehát ő meséli a történetet, ezért nem, nincs lehetőség arra, hogy kilépjünk az ő szemszögéből, mert ő meséli a történetet. Tehát ő nem láthatja, hogy X meg Y mit csinált, meg hogy csinálta, meg mi az ő motivációjuk, mert azt nem tudhatja. De úgy gondoltam, hogy sokkal több van ezekben a figurákban, mint az, hogy most itt leírogassam őket, és akkor majd kitaláljuk valahogy. Egyébként kínos volt, mert amikor elkezdtem írogatni a történetüket, és eszembe jutott, hogy te jó Isten, mit írtam róla én a Bellum Atlantisban? Tehát hozzá kellett igazítanom a történethez őket, mert sokkal jobb ötletén. De hát mondom, de sajnos nem tudok mit csinálni, úgyhogy akkor így lezártam őket. Jó, de valahogy így fog kinézni ez a Bellum Atlantisos történet a vége. Akkor lesz tükörregény a filmről még, lesz tükörregény. Hát a film, na most ez úgy működik, hogy ha angolul írtam volna a könyvet, még akkor sincs esélyem rá, de kicsivel több, közelebb kerültem volna. Ami engem motivál, és utána lehet kérdezni, de elmondom, lehet, hogy valakinek nem lesz szimpatikus, hogy egy nagyon befutott magyar író, úgy hívják őt, hogy Fonyódi Tibor, ő zömbbe forgatókönyveket ír, de biztos hallottuk a nevét, ilyen misztikus, ös-magyaros könyveket is írogat, meg Harrison Fawcett néven, álnéven írt könyveket. És ő annyit mondott nekem, borzasztó nagy dolgásosan, Tiborkám, így beszél Tiborkám, nem szabad olyat írni, amit a lajtán túl nem értenek meg. Tehát pici ország vagyunk, kicsi a piac, ha valamit szeretnél, meg sok emberhez szeretnél szólni, akkor olyat kell írni, ami a lajtán túl is megértenek. Tehát nem egy magyar történet alapvetően, úgyhogy van esély. Hát igen, ez a fő cél. Igen. Azt nem kérdezem meg, hogy miért használsz írói elnevet, mert az olyan hülye kérdés már, vagy olyan könnyű, nem? Hát persze, hát miért mindenki használ írói elnevet azért. Akkor ennyi. Rejtő Jenő is használ P. Howardot. Reméljük, mindenki le tudja fordítani egyébként az írói elnevedet. Jó, nyíves nevet. Jó, akkor átadnánk a szót. Én adok mikrofont, aki szeretne kérdezni. Tehát bármit lehet a könyvvel kapcsolatban, bármivel. Jó, szívesen válaszolok, ha tudok. Akármit nem értettek, nem értettetek, nem volt világos. Ilyen van nekem is, csak én nem merem megkérdezni. Á, nincs. Biztos, hogy volt kérdésetek, amit föltettetek, aki olvasta a könyvet természetesen, és végigolvasta. Most itt a egyedülálló alkalom, hogy megkérdezzétek. Tehát... Élő íróbácsi. Így van. Én írtam a könyvet. Tehát tényleg én írtam. Tehát ha oda kerül a sor, hogy érettségi, és atya úristen, miről is, hogy, mit, volt, tehát valamit. Ami nem volt világ. Vagy érdekel egyáltalán a technika, vagy a könyvkiadás, bármit lehet kérdezni. Szívesen Tibor egyébként szerkesztőként is működik, ugye, tehát nem csak a saját könyveit írja, hanem más könyveit lektorálja, kritizálja, javítja, fikázza. mint én a ti eszéiteket. Hát az az igazság, hogy azzal aktiválják a jeladót. Tehát amivel, ahogy a Nagy Cézár mondja, be kell vetnünk a tartalékot, és jönnek a fekete hajók, miközben az impulzus ágyút próbálják megsemmisíteni. Tehát az alapján tudják, hogy hova jöjjen a tartalék, el van bújva ott a háttérben. Jó, azért. Jó kérdés, de kettő külön nem működik, csak együtt összerakva úgy tudják őket követni a műholdon keresztül. Ehhez én már nagyon kevés vagyok. Tehát én elfogadom kérdés nélkül, sőt, észre sem veszem az ilyen lényegtelen információkat, hogy mitől indul be mi. Biztos megnyomtak egy gombot még.
Nyugodtan, bármit kérdezhettek. Hát ki van zárva, hogy mindent értetek az 500 oldalon, vagy 470 akármennyiből? Vagy maga a koncepcióhoz, amiről mi most nem beszéltünk. Bármit beszélj. Lehet. Nem, hát most ha van kérdés, akkor tudok válaszolni rá, de így magamtól most... Azt hittem, hogy a koncepcióról nem beszéltünk általában. Hát a koncepcióról beszéltünk, csak ha valaki nem érti, tehát a könyvvel kapcsolatban vannak neki ilyen bakit, vagy nem érti, hogy miért úgy történt, vagy ilyenek. Kihez állt legközelebb mondjuk ez a nagyon dokumentatív, történelmi hűségen alapuló római kor? Hát az nem. Jó. Elmondok egy érdekességet egyébként, és akkor lehet, hogy utána még lesz kérdés, hogy kíváncsi voltam, hogy kik olvassák a könyvet. És szerintetek kik olvassák a könyvet? 12B-n kívül. Tehát milyen korosztály, vagy milyen a nemek aránya, vagy mit gondoltok? Tehát most csak onnél tudom, hogy van ennek egy Facebookos adatlapja, tudjátok ennek a könyvnek, és ott látszik, akik ott bejelölgetik, hogy olvasták a könyvet, hogy válaszolnak nekem. Szerintetek? Korombeli nők. Igen. Pedig én kivétel vagyok hozzátenni. Azt mondom, hogy 85%-ban nők olvasták ezt a könyvet. És nekik tetszik. Holott az igazság, hogy én ezt nem is csajos könyvnek írtam. Hát nem, de van két olyan csaj benne, aki olyan amilyen, de igazából szeretnének a csajok olyanok lenni. És hát te magad mondtad, hogy jóképű pasikról kell írni, úgyhogy mindenki elképzeli a jóképű rómait. Jó, valami kérdés? Pedig egyébként tényleg nem gondolom azt, hogy mondjuk a korombeli átlagnő ugye ennek az ilyen technikai hátterét mindenképpen... Szerintem nem a technikai hátterét. Ezen annyira nincs kihangsúlyozva a technika. Nem, tehát át lehet rajta lépni. Át lehet menni? Nem tudom. Lehet, hogy megragadja őket maga a történet. Lehet. Azt olvastam, valaki azt írta egy ilyen kommentben, hogy tetszettek benne az erős nők. Tehát akik olyan határozottak, és tudják, hogy mit akarnak az élettől. Egyébként ilyen nagyon ritka manapság, de tényleg. Az olyan nő, aki határozott. Ez már valami máshol fog elmenni, szerintem. Lehet, hogy ezért tetszik neki. Igen. Jó, a lányoknak miért tetszett? Nem is Zani. Tetszett nekik. Csak muszáj volt Zani elolvasni. Olvastad? Jó, de már a germánoknál tartasz. Az az igazság, hogy engem mindig is a science fiction kötött le. Tehát azért, mert az, amit az elején mondtam, óriási szabadságot ad az embernek. És ott elszabadulhat a fantáziát. De mivel én nekem a szakmám a történelemmel való foglalatoskodás, úgy gondoltam, és nem tudom megúszni, hogy ne tanítsak, tehát még itt is, úgy gondoltam, hogy ha kettőt összerakjuk, akkor legyen belőle egy ilyen docére delektáre, tehát gyönyörködtetünk és tanítunk, hogy a régi középkorban is mondták, és így raktam össze a kettőt. Tehát én valahol egy ilyen maximalista vagyok. Tehát ha leírok valamit, akkor azt szeretem, ha az olyan, amilyen a valóságban. Tehát hiába a sci-fi, de ha van egy olyan mozzanata, ami a való és eseményhez vagy dologhoz köthető, akkor annak hitelesnek kellett lenni, és akkor így tudtam a kettőt összekapcsolni. Óriási segítség a Google Earth. Csodálatosan lehet utazni vele. Tehát fantasztikus tájakra jut el az ember a Google Earth-szel, és ez segítette az, hogy összerakjam őket. Meg hát az internet, azon minden elérhető, csak tudni kell szelektálni. Jó, és így tudtam a kettőt összerakni. Jó, azért ennek erős okokozatiságban kellett lenni, és ez mondjuk szerintem ez csodálatosan megvalósult. Tehát ez tényleg, mert volt, ami nekem nehéz volt, de azért a logikáját azt hiányoltam volna, ha nincsen meg, és azért az megvolt. No? Kérdezz meg tőlük. De most viccen kívül, tehát föl is teszik a kérdést a történetben valahol az elején. Rég olvastam a könyvet, tehát tényleg nem emlékszem rá, de valahol föl teszik, hogy gyakorlatilag a Renáta koránál későbbi korból nem érkezik ember. Vagyis nem nagyon. Tehát ez a mi korunk, meg a mit tudom én 2020-ig, ami így belátható, onnét érkeznek emberek, és olyan fegyverek, amik akkor lehetnek. De hogy miért?
Kérdezz meg tőlük. Hát lehet, hogy el kell pusztulnunk, és el fogunk hamarosan pusztulni, és nincsen jövő. Addig, ameddig Atlantis el nem pusztul, és meg nem teremtődik. Na jó, hát igen, hát ezt is lehet. Jó, de ez a válasz rá. Liza, jelentkeztél. Ez egy jó kérdés, hogy amikor a figura először úgy megjelent a gondolataim között, hogy szeretnék egy rómairól, aki meghal a teutonburgi csatában, meg nem tudom, hogy mikor, akkor valamilyen beszélő nevet szerettem volna neki. Tehát egy olyan figurát, aki kicsit kívülálló a rómaiaknál, és eredeti neve az Peregrinus volt, ami idegent jelent. Aztán rájöttem, hogy ez túl hosszú, meg nem is tudom, hogy nem tetszett nekem ez a név, és akkor ez így ilyen isteni szikraként megszületett az a név, hogy Secundus. Egyébként azt jelenti, hogy második. Azért kérdezi, igen. A római névadásban a Secunduszt azt nem nagyon szokták adni, mert ugye tudod, hogy négyig a gyerekeket 1-2-3-ban meg a nevüket használják. Ja, jó, akkor nem menjünk ebbe bele. De mindegy, tehát nincs ilyen családnév, hogy Secundus. Jó, és de nem tudom, de valahogy jött nekem, hogy ez legyen, és akkor mindenképpen szerettem volna hozzákötni a római kultúrát, és akkor így lett ő Catullusnak, a dédunak a öccse, vagy akármi. Amivel mégis aztán lehet, mert több ilyen Catullus idézet is lesz a következő részben. Alig várjuk. Jó. Van-e még kérdés? Bármilyen irányú könyvből másra irányuló. Igen. Szerinted? Akkor igen. Én voltam Santorini szigetén, és az nekem úgy tetszett ez a sztori. De hát most akkor felül kell írjam. Biztos. Azt az elején mondtam, hogy ez az Atlantis, ez semmiféle dologhoz, ez csak itt létezik az én agyamban. Jó? Tehát ez a történethez kellett, és úgy gondoltam, hogy jól néz neki 3D-ben. Ez a hologram kép. Jó, hát van-e még kérdés? Jó, most hadd tegyek egy közvéleménykutatást föl, jó? Én nem fogok megharagudni, de tényleg, tegye fel a kezét, akinek tetszett ez a könyv. De most nem kell itt nekem, hogy mondjam, jó, nem lehet jó pontot szerezni. Köszönöm szépen. Köszönöm. De mert te kötelező neki kell olvasni, és nincsen róla rövid tartalmi összefoglaló az interneten. Nincs rövid tartalmi összefoglaló az internet, és nem is letölthető. Jó, hát akkor Edina végszó, nem is letölthető, akkor megvásárolható, hogy akkor egy kis üzletet is csináljunk itt a Tibornak, mert tényleg megdolgozott értekeményen, és hadd olvassunk még hasonló érdekeseket, mert tényleg én vagyok a legjobb kísérleti nyúl, aki nem szeretem az ilyesmit, és mégis lekötött, és tényleg volt, hogy éjszakákon át belemerültem a könyvbe, és újra, és visszalapoztam, és emlékszem arra a pontra, amikor nem tudtam, hogy ki az a haszta, aki megjelenik a ezében, úristen. Gyorsan előről kezdtem. Annyit mindenképpen szeretnék elmondani, erről nem esett szó, hogy ebbe a könyvben rengeteg segítséget kaptam. Tehát van nekem egy barátom, aki a Szegedi Egyetemen dolgozik, és vette a fáradtságot, hogy végignyalt ezt az 1.200.000 karaktert, és hozzásegített, hogy a figurák azok hitelesek legyenek, főleg a beszédjük, ő ugyanis latin szakos. Én egy szót nem beszélek latinul, kivéve azokat a szállóigéket, amiket a de gustibus non disputandum, meg hasonlókat ért. El szoktam sütni órán, és akkor mindenki elállul, hogy de tud latinul, de nem tudok. Tehát nélküle biztos, hogy nem sikerült volna, és nagyon sok mindenre rányította az én szememet is. Tehát ezúton is szeretném neki mindig megköszönni. Sajnos ő most már nincsen velem az írásban, mert azt mondta, hogy a továbbiakban ő így szeretne engem olvasni, és nem a számítógépen, és én tanuljak meg latinul. Úgyhogy megfogadtam a tanácsát, és a következő könyveimet, ami most dolgozok, azt nem küldtem már el neki. Jaj, nem írom latinul, nem. Egyébként mostanában, ugye ez is egy olyan kérdés, föl szokták tenni, de hát ha valakinek fölmerült, hogy mi az, amin dolgozom most. Egy olyan könyvet dolgozom, ami biztos az itt ülőknek sokkal jobban tetszene,
tehát egy rólatok szóló történetet írok, de az egy posztapokaliptikus történet. Tehát egy ilyen világpusztulásos, tinédzseres történet, és úgy kezdődött a, és tényleg ez legyen a végszó, ha nincs több kérdés, úgy kezdődött, hogy megkérdeztem az idősebbik lányomat, hogy mi a menő manapság. És azt mondta, hogy a vámpirok és vérfarkasok lefutottak, az már senkit nem érdekel, viszont a zombik. A zombik azok vannak. Tudom, mi lesz jövőre az érettségi tétel a végén. És mondtam, hogy atya úristen, zombik, hogy én jaj, de utálom a zombis történeteket. És akkor eszembe jutott valami, úgyhogy most dolgozok egy olyan történeten, ami világpusztulásos, de mégsem, és zombis is, de mégsem, és rólatok tinédzserekről szól. Akkor ez a Legyek ura 2 lesz. Ez nem. Az a címe a sorozatnak, benne. És ennyit elárulhatok, a többi az még egy titok, hogy a fekete szivárvány. Jó? Tehát ez lesz a sorozat, és mindjárt trilógia lesz. Tehát ez a könyvkiadó ugyanis azt mondta, hogy trilógiának kell lennie. Tehát úgy biztos, hogy ennek ilyen, nem, hát nem gondolom, ilyen marketing, meg eladás, meg pénz, meg hasonlók. Tehát rögtön trilógiának kell írnom. Ha minden igaz, akkor évvégére el is fog készülni az első kötete, és reméljük, hogy lesz olyan ütős és hatásos, mint a Bellum Atlantis. Hát, ha érettségi tértél akarsz még egyszer venni, akkor siessél vele. Jó, akkor most Bellum Atlantis, Pre-Bellum Atlantis, jövőre pedig a Fekete Szivárvány. Én köszönöm szépen Tibornak, hogy itt volt, és megosztotta velünk az élményeit, véleményét, kérdéseket tett fel nekünk arról, hogy mi mit gondolunk, és remélem, hogy aki nem olvasta, az most a kezébe veszi majd a regényt, és mindenkinek szép napot és jó olvasmányokat kívánok. Viszontlátásra, sziasztok! Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!